No, hát ugye a Csató Peti jóval korábban kezdte a zenélést, a szakmát, ahogy mondanák, ugye, mint én. Sokkal régebb óta benne volt, és a replika is talán sokkal hamarabb alakult, mint a Blackout nekünk annak idején. De sokszor találkoztunk, persze csak így hozzávetőlegesen abban az időben, amikor én még Blackout-oztam, én meg még a replika javában zúzott annak idején országszerte. De akkor nekünk nem volt kapcsolatunk egyáltalán. Nekünk a személyes kapcsolatunk akkor alakult ki, amikor mind a ketten, mondjuk ugye majdnem egyszerre megismerkedtünk a Krisna tudattal. És a bakták társaságában kerültünk mi közelebb, hát azért helye közelebb ugye, akkor beszélgettünk többet. Aztán ő azóta is ezt, hogy is mondjam, elhivatottan, és most már mind avatott bakta, csinálja a Debreceni központot, mint bakta is, és csinálja ugye mellette a replikát. De nekem másfele vitt az utam, úgyhogy most megint kevesebbet találkozunk, de annak nagyon örültem, amikor hallottam, hogy újra lesz replika, bár hogyha jól tudom, ez most épp a vége miatt beszélgetünk. Egyrésztről ezt sajnálom, de másrésztről most teljesen őszinte leszek, nyilván sokkal több ideje lesz a Nitájnak, akkor most már mondhatom így, hogy a Nitájnak, a Csató Petinek az önmegvalósítással foglalkozni, vagy megvalósítás, inkább a lelki élettel foglalkozni, és ezzel nem biztos, hogy beszélt egyébként. Mert a rock and roll az nagyon sokat kivesz az emberből, az éjszakázás, a folytonos koncertezések, ezt ő nagyon jól tudja. Sok embernek fog hiányozni, nyilván a replika, és valószínűleg a csapattagoknak is hiányozni fog. De valójában lehet, hogy nagy nyereség is az, hogyha oly sok időt tud az ember áldozni a lelki fejlődésére.